A diákmunka az elmúlt években rugalmas lehetőségeket kínált a dolgozni és pénzt keresni vágyó fiatalok, valamint a munkát kínáló vállalkozások számára is. A tavalyi adatok szerint Magyarországon közel 170 ezer középiskolás és egyetemista vállal munkát rendszeresen, a piac pedig mintegy 120 ezer diákot képes egy időben foglalkoztatni. Az új típusú koronavírus megjelenése ugyanakkor ezeket a kedvező adatokat is felborította, hiszen több tízezer tanulók számára meghirdetett álláshelyszűn meg rövid időn belül. A lehetőségek leginkább ott csökkentek vagy tűntek el, amelyek a legkedveltebbek voltak a diákok körében. A vendéglátóegységek, a fürdők és a mozik ugyanis egyaránt zárva voltak az utóbbi hetekben. Azt látjuk, hogy azoknál a cégeknél, ahol az irodai munkát home office-ba kibírták szervezni, ott ez általában szerencsére a diákokat is érintette, így ezeken a területeken meg tudták tartani a munkájukat, viszont a legtöbb ilyen feldolgozóipari gyáregység esetében ugye visszafogták a termelést, vagy akár le is álltak a gyárak, átlagilag ugye ide se tudnak ilyenkor menni a diákok. Kereslet oldalról pedig, vagy kínálhatatok, hogy honnan nézzük, a diákok szempontjából nézve pedig az látszik, hogy ahogy bejött a veszélyhelyzet, ott egyébként hiába, hogy otthon kényszerültek, és ugye már nem kellett iskolába járni, hanem otthonról tudták végezni a tanulást. Hát ezeket nem ugrott meg a munkavállalási kedvük, maximum az otthon végezhető munka iránt. Viszont most így, hogy hetek elteltével szépen lassan elindul a közbeszéd is a nyitások irányába, illetve nyilván azért a nyár is szépen lassan érkezik, ami ugye klasszikus diákmunkaszezon, így azért szépen lassan elkezdett növekedni egyébként a munkát kereső diákoknak is a száma. Az iskola szövetkezetek átlagosan 30-40%-os visszaesést tapasztaltak a veszélyhelyzet kihirdetése óta, az pedig egyelőre képlékeny. A nyár milyen változást hozhat? A tanév végeztével középiskolások tízezrei szeretnének munkát vállalni. Az idei szünidő azonban várhatóan jóval kevesebb lehetőséget kínál majd. Az utóbbi években már abszolút megnőtt az évközbeni munkavállalás aránya is. Ettől függetlenül a nyár még mindig egy kiugrást jelent, viszont már nem akkora mértékű, mint mondjuk korábban, de mint ahogy beszéltük, ennek az oka, hogy úgymond az évközbeni rész zárkózott fel a nyárhoz, és nem pedig a nyár esett vissza. Viszont ugye jelen helyzetben mindenképpen változás lesz, hogy tudunk esetleg olyan strandokra, amik vagy kisen nyitnak, vagy csökkentett üzemmel nyitnak ki, mert mondjuk csak szabadtéren lesz nyitva és társai. Tehát, hogy mindenképpen azokra a klasszikus nyári helyekre, ahova több ember kell, vagy akár turisztikai szempontból, ott ugye most egyrészt a bizonytalansága a jellemző, tehát ugye a turizmusnál például nem lehet tudni, hogy a valószínűleg külföldiek például nem nagyon lesznek, de hogy a belföldi kereslet ezt mennyire fogja pótolni. Ugye nyilván ettől nagyon függ az, hogy adott esetben hova milyen munkaerőigények lesznek, tehát ez még egyelőre bizonytalanság, viszont azért alapvetően az látszik, hogy valószínűleg az utóbbi sok-sok évtől eltérően idén valószínűleg kevesebb lehetőség közül fognak tudni válogatni a diákmunkások, meg egyszerűen kevesebb lehetőség lesz. Majzik Nándor hozzátette, az utóbbi években a munkaerőpiaci folyamatokkal párhuzamosan a diák munka területén is jelentősen nőttek a fizetések. Míg 3 éve nagyjából bruttó 700 forintos órabérért lehetett diák munkát találni, addig tavaly a nyugati ország részben ez már az 1400 forintot is elérte, de például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 1000 forint körül alakult. A főtitkár úgy fogalmazott, ebben az évben a kialakult problémák miatt nem várható bérnövekedés, ám a diákmunka népszerűsége várhatóan a következő években sem csökken majd.